Az önkéntes életmentők helyzetén javítana az a törvénytervezet, amelyet Moldován József RMDSZ-es parlamenti képviselő dolgozott ki. Romániában ugyanis jelenleg az önkéntes életmentők saját felelősségre vesznek részt a bevetéseken. Hegyi mentők, barlangi mentők, vöröskeresztesek, önkéntes tűzoltók. Erdély szerte nagyon sok önkéntes tevékenykedik ezekben az életmentésre létrejött alakulatokban. Sokszor néznek szembe veszélyes helyzetekkel, azonban az ő védelmükről nem gondoskodik a törvény. Moldován József RMDSZ-es parlamenti képviselő törvényjavaslata ezen a helyzeten változtatna. Megoldást kerestem az európai törvénykezésben arra, hogy lássuk, hogy más országok hogyan oldották meg ezt a kérdést. Az egyetlen ország Románia, ahol ezek az emberek, akik ugye önkéntesen részt vesznek tűz, víz, életmentő tevékenységekben, semmilyen fajta védelmet nem élveznek akkor, hogyha ebbe ezek a beavatkozások alatt balesetet szenvednek, rokkantak maradnak, vagy akár az életüket elvesztik. A politikus hozzátette, az európai törvényeket áttanulmányozva jutottak arra a megoldásra, amelyet javasol. Ennek értelmében az életmentőként szenvedett baleset munkabalesetnek minősülne az ebből következő jogokkal. Elmondta azt is, bízik benne, hogy a tervezetet még az ősszel elfogadja a parlament.